Matthew Modin, Rába Roland. Az égigérő paszúj legendája. Első rész. Egyszer volt, hol nem volt. Igen, úgy hangzik, mint egy tündérmese. Egy történetecske a kicsiknek. De mi van, ha a tündérmese mégsem pusztán egy mese? Mi van, ha a történet igaz? Napvilágra kerül a szörnyű igazság. Egy tündérmese álruhába bojtatva. Túlságosan nehéz elhinni, hogy folyamatosan lesben áll. Ránk támad a föld alól, amin járunk. Az igazság, mely olyan titkos, olyan veszélyes, hogy a történelmet át kellett írni, hogy megszülessen a tündérmese. Ősapáink bűnei megtorlásra várnak évszázadok óta. Leo! Leo, gyere csak! Ezt nézd meg! Mi van már? Mi van? Ez mi? Szerintem... Egy csont! Egy csont! Több is van ide lent, srácok! Nagy dinoszaurusz! Ezek a hüllők bekapják a kocsidat, a házadat, és az öreg anyádat egyetlen nagy falásra. A sír feltárása szabadjára engedte a rettegett erőket. Önök is érzik őket? Magasra, fiam! Repülj az égig! Repülj fel az égig! Repülj, Jack! Kér előbb a házhoz! Futást, mert elkaplak! Gyorsabban, Jacky! Jó reggelt, uram. Újabb rémálmok? Jó reggelt, Dusan. Az éjjeli faxok, uram. Köszönöm. Kávé vagy protein? Rögtön a kávét köszönöm. A kaszinó építése leállt. Bizonyos Newman doktor megérkezett.
Adja a proteint, köszönöm. Újabb orvos. Mi ütött a biztosítókba? Csak biztosra akarnak menni. Tudja, mit kedvelek magában? Nem, uram. Én sem. Ha, szellemes. Ez volt az egyik legjobb vicce. A szíve itt van, de az agya nincs, Jack. Mondja, Doki, mire hasonlít az a felhő? Látja a szemét, a száját? Jack, ha-ho! Jól vagyok, Doki. Mikor azt mondja jól, úgy érti jól, de nem annyira jól. Nem, úgy értem jól. Jól? Hogy? Jól, mint... Nagyszerűen. Fantasztikusan jól. Épp, mint a múlt hónapban és azelőtt. Értem. Az életfunkciói rendben. Hát, látja. Nem haldoklom, úgyhogy kérem, ne bánjon úgy velem. Dussel, Newman doktor elmegy. Önként vagy kirúgta? Kirúgott, Dussel. Rendben, Jack. Elmegyek. Tudja, ön ígért nekem egy golfjátszmát. Úgy, 3 hónapja. Legyen. Ha ez boldoggá teszi, golfozunk. Megkérdezte már magától, miért is dolgozik ilyen sokat? Nagyon sok ember megélhetése múlik rajtam. Nos, 5 perc és igazgatói értekezlet lesz, úgyhogy ha nincs más, Doki... A Robinsonok mindig is idő előtt sírba dolgozták magukat. Cseppet sem aggasztja, hogy egyikük sem élte meg a 40 évet több, mint 10 generációnál? Nem, nem igazán. Mellesleg az apám repülőgépen halt meg. És a nagyapja? A déd nagyapja? Ők hogyan? Elismerem. Családom férfi tagjai szűkölködnek a szerencsében. Aha, nem is kicsit. Rekordot állítottak fel. Én csak azt mondom, hogy próbáljon lazítani egy kicsit, menjen el nyaralni. Ismerkedjen helyes lányokkal, mint hogy is hívták. Egy nő. Csak komplikáció, amire most nem érek rá. Hogy nem? De Jack, hiszen maga Platina kanállal a szájában született. El se tudná költeni a pénzét. Kezdjen élni, mielőtt... Mielőtt még, Doki? Dussel, maga mit gondol? Ó, az óhazában mi úgy véljük, hogy az embernek át kell élnie az élet igazságtalanságait, hogy értékelje a megváltó halállal járó gyötrelmet. Nos, hallotta. Van még mit várnom. Későn jövök, Dussel. Itt állok, mint a cövek, és várok, míg visszatér. Jó reggelt, Walter. Jó reggelt, Mr. Robinson. Na, hogy állunk? -5 kiló. Az jó. Jack, itt van az új beosztás. És itt vannak az üzenetei. És az üzeneteket vissza is adom. Ó, rendben. Mr. Mannheim megérkezett a reptérről. Mondtam, hogy hamarosan itt lesz, de persze már elkezdte az igazgatói ülést. Jules, ki az az irodában? Ó, csak egy a millióból, aki magát akarja, elintézem. Vagy kéri a telefonszámát? Nem, nem, nem szükséges, intézzel. Ahogy máskor is. Maga egy kincs. Ó, ma délben mindenkit várnak az 5. emeleti tárgyalóba ebédre. Miért? Az apja tiszteletére gyűlnek össze. Éppen 20 éve történt. Ó, sajnálom, Jack. Nem, csak... Nem, igaza van, ott leszek, igen. És ne feledje, ma este Mrs. Gilginnel vacsorázik. A gyermek segélytől. Már nem kérhetek másik időt. Rendben, ott leszek. Tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó ügy érdekében teszem. Köszönöm, Jules. Kényes természetű, és utána járunk. Á, elnök úr, Jackie! Jó reggelt! Hölgyek, urak, elnézést! Úgy tűnik, a biztosítónak sosem elég az életfunkciós adatainkból. De nincs semmi probléma veled, remélem. 1000 örömmel jelentem, hogy remekül vagyok. Ez megkönnyebbül is. Nem sokról maradtál, még épp csak átbeszéltük az európai költségvetést a következő pénzügyi évre. Ott van a jelentésben. Mi ez a gubanc a kastélynál? Kaptam egy faxot, miszerint leálltunk. Ideiglenes leállás pusztán. Semmi több, később mindent elmondok. Rendben. Ugorjunk. Észak-Amerika. Vidasz részlege épp úgy nyeli a pénzt, mint más az ingyen sört egy kerti partin. Nem pénzügyi hasonlat, de jó meglátás. Igaz. Vidasz alternatív energiaforrásai már több mint 2 évtizede nem hoztak semmi eredményt. Ezért azt javaslom... Jack!
Elnézést, már egy órája várok, hogy beszéljünk. Nos, Mr. Merlinis, még várnia kell egy kicsit, odakint kérem. Ki? Ziggy, semmi baj. Vidász, most épp a te munkádról van szó. Csatlakoznál hozzánk? Jackie, tudod, mit csinálnak? Hogy állíthatsz félre most egy hatalmas áttörés küszöbén? Tudjuk, mit adott el nekünk Vidász. Biomasszát. Nem szennyező üzemanyagot, kis ecetes magvakból. Gyorsan lebomló magvakból. Millió és millió dollárt pumpáltunk ebbe a kutatásba az évek során, és hol van a cserébe beígért végtelen energiaforrás? Na hol? Sehol, mert nem létezik. Egyszerű. Jack, kérlek, hallgass meg. Figyelj rám, nem állhatsz le, Jack. Vidász, foglalj helyet. Nem egyszerű ez egyikünknek sem, Vidász. De minden veszteséges részleg esetén meg kell fontolnunk annak likvidálását. Profit, csak ez számít. Most. Többet, még többet és még többet. Hiénák, haszonlesők, ti... Nem erről van szó. Dehogy nem, Jack. Ezt nem fogod elhinni. Erőfeszítésünk gyümölcse. Egy hibrid, genetikusan előállított sivatagi borsó. Teljes kifejlődésre képes, alig 5 centi éves csapadék mellett, érted? Véget vethetünk a sivatagi ínségnek. Vidász. Gyerekek nőhetnének fel éhezés nélkül. Nem érted? Nem érted? Megmenthetnéd a világot. Magok, Vidász. Én csak magokat látok. Az apád csak miattad bízott a sikerünkben, Jack. Értem én, Vidász, tényleg. De ez puszta üzlet. A cégnek több mint 30 ezer munkatársa van világszerte, és az éhező népek nem fizetik ki a bérüket. Vagy igen? Sajnálom. Nem. Én sajnálom, Jack. Nézzenek magukra, csak ülnek itt kukán. Maguk tudnának változtatni. De egytől egyik csak magukkal törődnek. Talán eljött az ideje egy kis szünetnek. Megbocsátana nekünk, Jules. Szeretnék beszélni Jackkel négy szem közt. Nagyon köszönöm. Szegény Vidász. Ez nem volt könnyű. Te csak azt tetted, amit kellett, Jack. Tényleg? Kétség kívül. Akkor most mesélj a munkaleállásról a kastélynál. Hidd el, rajta vagyok. Reggel felhívlak Angliából. De téged igazából nem ez aggaszt, igaz? Tudod, milyen nap van? Persze, hogy tudom. Drága Jack, az apádnak volt egyfajta hatodik érzéke a dolgokhoz. Még a halálához is. Mintha tudta volna. Megeskedett engem, hogy segíteni fogok neked elvezetni ezt a Monstrum céget. És csak remélem, hogy tényleg segítettem. Ugyan már, Ziggy. Nélküled hol lennék? Nézd, Jack, az előbb nagyon kemény döntést hoztál. A cég érdekében. Ha szegény apád ma itt lehetne köztünk, örömmel közölném vele, hogy a fia fantasztikus munkát végez. Kihúztam a talajt egy brilliáns tudós lába alól, és megdicsérsz. A nehéz döntések tesznek emberré. Valóban? És mit tesz még emberré? Jackie! Ne!
Sajnálom, François. A vendége, Miss Gilgin. Jonathan William Duncan Robinson? Bocsánat. Ondin. Igen, az egylettől, Miss Gilgin. Kérem. Nos, nem. Nem. Elvinné, kérem. Nem járt ma az irodámban? De jártam ott. Nagyon régóta keresem már magát. Tényleg? Akkor most megtalált. Ondin, milyen név? Francia? Valami olyasmi. És Ondin, miben segíthetek? Igen, hát szeretném, ha mesélne Jack Robinson magáról és a cégéről, a Robinson Értem. Internationalről. Újságíró. Nos, figyelmeztetem, elég unalmas interjú alany vagyok. Komolyan. Siegfried Mannheim, vele kell beszélnie. Ő a tengeren túli részleg vezetője, már rég a cégnél van. Ha szeretné, bemutatom. Ó, inkább magától hallanám. Az utolsó Jacktől. Az utolsó Jack? Nincs örököse, Jack Robinson, igaz? Még nincs. Most lesz 40 éves, igaz? Nem, még nem. Még van pár évem hátra. De mit akar ezzel? Elnézést, Mr. Robinson. Szeretne pesgővel indítani ma este? Igen, 90-es krisztált. Jó választás, uram. Nem, ne, várjon. Nem szereti a pesgőt? Még soha nem kóstoltam. Akkor marad a pesgő. Ó. Nem ivott pesgőt? Honnan jött maga? Hallott már Jackről és a passzújról? Mi? A meséről? Igen, persze. De mi köze ennek? Maga. Nem olyan az élete, mint egy mese? Nem tudom. Szerintem tudja. Rendben, jó. Úgy érti, Mágnás Jack, az óriás ülő, megmászta a mágikus passzújt. Igen. Megölte az óriást, és ellopta a kincseit. És boldogan élt haláláig. Csak hogy mostanában nem öltem óriást, és nem találtam kincset. De boldogan él, még meg nem hal. Vagy talán nem? Tudja, maga nagyon rámenős. Gyönyörű és rámenős. Én nagyon sajnálom. Én csak nem értem. Már megint... A sír. Ahol a szállója épül. A kastély. A sír. Most ásták ki, és leállt a munka, vagy nem? Most miről beszél? Kérem, mondja, hogy nem biztosítási nyomozó, vagy ilyesmi. Nagyon jól tudja, mi van a földben. A sok bűn, mely oly régóta nyugszik a föld alatt. Az igazság, hogy honnan is származik a családi vagyon, Jack Robinson. Azt hiszem, az interjúnak most vége. Túlzottan rámenős. Elnézést kérek, Mr. Robinson. Itt egy másik Miss Gilgin. Mr. Robinson? Mary Lou Gilgin a gyermekalapítványtól. Kérem, bocsásson meg nekem a késésért. Vicces sztori. Kaptam egy igen furcsa telefonhívást, hogy maga lemondta. Ezért felhívtam új időpontért, de a bájos titkárnője, na, hogy is hívják? Jules. Egy valóságos kincs. Nos, pesgő. Ziggy, itt Jack. Jack? Még csak reggel 7 óra van. Ziggy, tudnom kell, mi folyik oda át. Hallottam valamit egy sírról. Sírról? Igen. Egy hihetetlenül csinos hölgy jelent meg a vacsoránál. Kérdezgetett arról, mit ástunk ki a kastélynál. Nem jó ötlet, Jack. A családi üzletről idegen nőkkel fecsegni. Nem fecsegtem ki semmit, csak hallgattam. Mi folyik ott pontosan, Ziggy? Nos, valóban akadt egy kis probléma. Ostoba baleset. Ostoba baleset? Hogy érted? Csak ennyi. Ostoba baleset. Tudod, azt reméltem, rendezni tudom ezt a bakit, anélkül, hogy riasztalak. De már riasztottál. Talán én vagyok az első Robinson, akit érdekel a cég működése. Ugyan, dehogy.
és remélem, nem is az utolsó. Ziggy! 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 Jack Robinson, tolva és gyilkos. Jézus! A fenébe! Ezt most bóknak veszem. Hogy került ide? Krivlakból bizony. Gyönyörű hely Albániában. Jaj, maga egyszer még megöl. Szendvicset? Valami italt? És félretettem egy cikket a jó házvezetőből. A zen és a vízvezeték. Hogy? Az igazság ritkán rejlik mások véleményében. Az eldugult csatorna forrását kell megtalálni, hogy megoldja a problémát. Azt mondja, eldugult a csatornám. Jó ét, uram. Dusan. Uram. Hívja a hangárt. Álljon elő egy gép. Értettem. Hogy élő vagy holt, lényegtelen. Úgy is ledarálom nyomban, és elraktározom a pocakomban. Ó, igen. Mindannyian ismerjük a sort, nem igaz? Nem túl kellemes gondolat, ugye? Hogy valaki élve ledarál. Álljon meg! Mi történt? Meghalt valaki? Mekkora a baj? Az egyik sérült munkás miatt van. Ma meghalt. Szia, Ziggy! Itt vagyok! Hello? Hát elég nagy baki volt. Nem lett volna szabad csak így ide jönnöd. Épp most nyilvánították büntény helyszínének a területet. Vagy micsoda? Ziggy, nem értem. Uram, jobb lesz elmenni innen. Jack, hallasz engem? Jack, jól vagy? Találkozzunk a faluban. A kocsmában, Stokers? Stokers kocsma. Ne áruld el a nevet, Jack. Talán már észrevetted, hogy a helyiek elég dühösek. Azt a nőt ismerem. Mr. Robinson! Andin! 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 Maga firkálsz, igaz? Igen, látszik. Higgyel, nagy az űrzavar a kaszinó miatt. Tönkre tesz minket. Rendezték, szívem. A cimborája odaállt. A kastélyt büntény helyszínének nyilvánították, és tönkösök tiltakoznak. Kastély, kaszinó és dühös helybeliek. A helyszínen dolgozó munkás életét követelte. Egy másik kritikus állapotban van. Helybeliek százai tüntetnek az építkezés folytatása ellen. A rendőrség próbálja megfékezni a tömeget, de a tüntetők nem hagyják el a terepet. Az üzletóriás Robinson internet... Ebből még baj lesz, mindig baj van. Majd meglátod, hogy igazam lesz. Yeah.
Hát itt van. Tudtam, hogy eljön. Honnan? Órákkal azelőtt kellett indulnia, hogy én magam eldöntöttem volna, hogy jövök. Honnan tudta? Van még pár kérdésem. Tényleg? Nekem is lenne pár, ha nem bánja. Ezt ön írta, nem de? Tolvaj és gyilkos. Kicsit erős, nem gondolja? Talán csak nem fél. Félni? Nem félek. Pedig kéne. Mitől? Attól, ami a sírban van. Attól, ami minden férfi ősével történt. Tovább. 14 éves volt, amikor az apja meghalt. 42 volt. A nagyapja 40 évesen hunyt el. A déd nagyapja pedig... 40 sem volt. Tudom. És az ükapám, és az ő apja, és a többi, tudom. Ez a Robinsonátok. Csak egy helyi babona, és ha nem baj, inkább nem beszélnék róla. De muszáj. Miért? Miért akarnak az emberek lépten nyomon emlékeztetni ezekre a tragikus családi esetekre? Attól fél, hogyha örökösre születik, akkor meghal. Ha valamitől is félek, az az, hogyha lenne egy fiam, nem lenne apja, aki felnevelje. El tudja képzelni, milyen az? Igen? Persze, hogy nem. Úgyhogy csak ne mondja, hogy muszáj. Nem kívánom az életemet egy gyereknek se. Soha. A fiamnak pláne. Talán csak maga szenvedett? Sokan szenvedtek. Maga. Maga jólétben él. Ez enyhít a fájdalmán. Azt hiszi, hogy a pénz helyettesíti a szeretteimet? Nem. Nem hiszem azt. Semmi sem helyettesíti az elveszett családot. Mondja meg, mit akar. Az igazat. Miről? A csontokról? Esküszöm, hogy fogalmam sincsen, mit ástak ki a földből. Az meg hogy lehet? Hogy nem tud a családi vagyon forrásáról? Mindenem, amim csak van. Minden őseim véréből és verejtékéből fakad. Ez nem igaz, Jack. Amennyire én tudom, ez az igazság. Ha tud valamit, amit én nem, kérem, mondja el. Rengeteg ember hal meg maguk miatt. Kik? Milyen emberek? Nem tudja. Ismeri ezt a nőt? Wilhelmina. Nagyon régi kép, de ő az én, ők nagynéném volt. Von Stronheim grófnő, a klán legöregebb tagja. Ő nem ugyanaz az ember. Ezek a képek 60-70 évvel későbbiek. Lehetetlen. Segítőt megkeresni? Szeretnék, de meghalt még kisgyerekkoromban. Az utolsó reményem. A reménye mire? Árulj el, mit keres. A szent kincseket. A gazdagsága forrását, amit az egyik tolvaj gyilkos őse lopott el. Nézzenek csak oda! Édes is! Na, ki csodolt ide a szél? Mr. Jack meg a Zsuzsót személyesen. El akarja szórni a Robinson átkot a falunkban, ugye? Igaz? Idióta! Menjen! Meghívom egy ital! Mondjál! Rendelek! Ondin! Ondin! Sajnálom, Mr. Robinson. Semmi baj. Isten hozta, Mr. Robinson. Köszönöm. Köszönöm.
Jackie, bocs, hogy nem tudtam a faluba menni. Gondok voltak, de mostanra mindent elrendeztem. Elrendeztél? Miről beszélsz? Odakin lázadás van. Nézd rám, mint aki verekedett egy bárban. És majdnem verekedtem is. Hogy nézel ki? Aludj inkább az istállóban. Gondolod? Komolyan, Ziggy. Azt mondtad, az emberek mellettünk állnak. Így van. Hogy munkát teremtünk a faluban. Így van. Az embereknek jobb soruk lesz. Minél? A mostaninál. De akkor miért özönlik el a parkot táblákkal és a Robinson nevet gyalázva? Mi a fenét ástunk ki? Nézd, Jack, hosszú napod volt. Végy egy forró fürdőt, aludj, és reggel beszélünk. Nem, most akarok beszélni. Ma már gyilkossággal is vádoltok. Gyilkosság? A grófnő már több mint 20 éve halott. Megkeserítette apád életét, mielőtt meghalt. Tudom, mit láttam, Ziggy. Az a két kép vagy 60 év eltéréssel készült. Ugyanúgy nézett ki mindkettőn. Az lehetetlen, Jack. Eszedbe jutott már, hogy a képeket a titokzatos nő esetleg hamisította? Igen. Talán. Ziggy, van valami sötét titok a családunkban, amiről eddig senki nem beszélt? Mert hogy a lány szerint a Robinsonok elloptak egy szent kincset. Nos, nagyon ravasz üzletemberként ismernek bennünket, de biztos vagyok benne, hogy lopásra nem fanyarodtunk. Nem említette, hogy milyen kincsről van szó? Nem, nem igazán, de... Ó, Jack, rád rajzolhatnék egy hatalmas céltáblát a dollárjellel a közepén is, hagyhatnám, hogy a nők megkopasszanak. Pénzt akar, Jack. Ha újra felbukkan, szólj az őröknek. És akkor ez? Ez is hamisítvány. Tolvaj és gyilkos. Eszelősen hangzik. Ugyan, Ziggy. Valami bűzlik itt. Mindig őszinte voltál. Mondd el az igazat. Mindent. Én nem akartam, hogy belekeveredj az ügybe. De... Már biztos, hogy nagyon kemény perre számíthatunk a két halott munkás miatt. Már kettő. Gyere, gyere. Furcsa mennydörgés támadt. Épp odalent történt, a déli gödör mélyén. Az alapot ásták ki, amikor meglelték a csontokat. Temető lenne? A jó ég tudja, Jack, óriás csontok, és úgy tűnik, hogy nem egy dinoszaurusz csontjai. Akkor mi? Nem tudjuk. Talán jobb lesz, ha magad nézed meg. Az első hadcsigolyája szétparlott. Ott, látja? Törésnyomok láthatók. A koponya hátsó részén. A halálát feltételezhetően egy erős ütés okozta, mely károsította a nyakat és megsértette a gerincvelőt. És egész biztos, hogy ez nem dinoszaurusz? Talán csak nincs meg a farka. Mr. Robinson, csapatom minden tagja jó szakember. Amit itt láthatunk, az ellentmond minden elméletnek, amit az emberiség evolúciójáról felállítottunk az elmúlt mintegy 100 000 év során. Most ugye nem azt mondja, hogy maga szerint ez egy ember, egy óriás. Tudom, hihetetlenül hangzik, de az... Ziggy, úgy tűnik, óriási szennyesünk akadt. Becslések szerint a halál 300-400 évvel ezelőtt állt be. Keresztül vágták a torzónál, és az izületeknél egy éles tárgyal. Ezt a teremtményt megölték. Megölték? Lépjünk mind hátra egy kicsikét, és vegyünk egy mély lélegzetet. Nos, ez most vagy a
világ legnagyobb tudományos felfedezése, vagy egy igen kidolgozott hazugság, és ami ki nem derítjük, ez nem juthat ki innét. Már nem bujkálhatunk tovább. Az igazság napvilágra került. Gyere haza, fiam! Már várlak! Gyorsabban, Jackie! Fuss, fiam! Fuss! Apa! Ne! Jaj, ne, kérem! Mondja csak, hogy jött be ide? Várjunk csak. Magát ismerem. Maga ott volt a kocsmában. Beszélni akar magával. Ő meghalt. Nem! Nem halt meg. Akkor vigyen hozzá. Hello. Jack Robinson vagyok. Nagyon is jól tudom, hogy ki vagy. Istenem, Wilhelmina. El sem hiszed, hogy milyen régóta várlak már. Olyan sok hosszú éve. De Ziggy azt mondta, hogy te... Meghaltam. Talán azért, hogy megvédjen. De miért? Hisz élsz. Ah, jó megfigyelés. Gyere közelebb, hadd vegyelek alaposan szemügyre. Gyere, ölelj meg. Nem harapok. Ez egy ölelés. De te mit sem változtál? Annyira jól esik, hogy még emlékszel rám, bár reménykedtem benne. 6 éves voltál, mikor apád utoljára elhozott ide hozzám. Én már akkor is láttam, hogy neked különleges fény csillog a szemedben, ahogy most is. Tényleg? Igen. Jack, olyan erők játszanak most körülöttünk, amiket magam sem értek igazán. Erők játszanak. Tudom, hogy megijedtél. Kérlek, Wilhelmina, már megbocsásd, de reméltem, hogy...
végre találok valakit, aki talán érti ezt az egészet. Jó, épp ezért hivattalak, mert apádtól és őseidtől eltérően te az igazságot keresed. Igen, persze, hogy azt. De az elmúlt napokban sok furcsaság történt körülöttem. Összezavarodtam. Tudom. Megértem. Gyere. Gyere, ülj ide. Kérlek. Kérlek. Megpróbálom megmagyarázni. A múltban sokféle történet íródott már. Például hősökről, nagy vezérekről, nagy felfedezésekről, de néha napján egy történetet túlságosan nehéz elhinni, így a történelmet átírják, és megszületik egy mese. Ugye érted, amit mondok? Igen, azt hiszem. Az elképzelhetetlenben hinni legtöbbünknek nagyon nehéz. Na és rávenni egy másik embert, hogy higgyen benne, szintén lehetetlennek tűnik. Nagyon régen egy átok, egy szörnyű átok sújtotta a családunkat. Őseink bűnei áldozatokért kiáltottak generációkon át, 400 hosszú éven át. Az átoknak csak te vethetsz véget. Csak az igaz Jack vethet véget neki. Az igaz Jack? Erők játékában a Robinson átok? Túl öregnek hiszed magad, hogy higgy a hihetetlenben. Csak tedd meg, hogy kitárod a szíved. És figyelsz, nagyon figyelsz, mert ez bizony a te történeted, Jack. 15 generációval ezelőtt. Éppen 390 éve történt. 1611 tavaszát írtuk, de mintha csak tegnap lett volna. Akkor kezdődött minden. Egyszer volt, hol nem volt. Gyere, gyere, gyerünk is lány. Kemény évszak gyerünk. Volt. Az eső ugyan esett, de termés nem termett. Gyerünk, gyerünk már, kislány. Ó, úgy szántasz, mint egy kis malac. Gyerünk, gyerünk. Jack anyja minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy megéljenek férje silány földjéből. Azt a szörnyeteg! Jack! Jack! Figyeljetek! Még ott van. Kövessétek a borsót. Jack vadfiú volt, kalandvágyó és nagyon felelőtlen. Gyerünk, kicsi! Középső. Biztos. Ó, nincs szerencséd. Sajnálom. Ugye nem akarsz becsapni, Jackie? Hát ez... ez meg hogy került ide? Gyere ide! Most megvagy. Ó, Istenem, már megint pofára estél, mint a részeges apád. Ő lovag volt, és bátrabb, mint bármelyik ötök, ti senki házik. Jackünk egy kicsit gyáva is volt. Senki házi! Ne mondj ilyeneket az anyádra, Jackie! Bal szerencséje ellenére Jack elszántan jót akar tenni az anyja kedvéért. Sajnálatos módon Jack esetében nem nagyon beszélhetünk jó cselekedetekről. Pont, mint az apád. Nem vagy jó semmire, igaz? Jack csak arra vágyott, hogy az anyja büszke legyen rá. Sajt is, hat penny? Honnan szedted ezt? Dolgoztam érte. Tényleg? Ó, azt erősen kétlem. Talán van még remény, Jack. Puh.
Az életük még rosszabbra fordult, mikor a tehenük nem adott több tejet. Éhen halunk a következő esőig, Jack. Az öreg lány kiszáradt, és nincs szívem levágni. Holnap reggel kiviszem a piacra, megkérem az árát. Hadd vigyem én, anyám. Hidd el, nem adom 15 aranypénznél kevesebbért. Ígérem, a végén egy vagyonnal térek haza. Kifestjük a házat, fogadóvá alakítjuk, gazdag hölgy leszel. Te is itt hagysz, mint az apád. Én nem, anyám. Én visszatérek. Hát jó, Jackie. Vidd el. Add el jól. Másunk már nem maradt. Rendben, anyám. Nem bánod meg. Jack megesküdött, hogy bebizonyítja, mennyit ér. Nem csak anyjának, hanem saját magának is. Gyerünk, teljes! Jó, kislány. Gyerünk, kislány. Gyerünk, teljes! Na csak, Jackie. Most egyenlíthetünk. Na jó, figyelj. Felnőttek vagyunk, úgyhogy elintézhetjük barátságos úton is. Ó, igen. Igen. Barátságos út. És most. Add elő, amit van. Jól van, jól van. Van egy fél aranypénzem. És ha elvennénk ezt a zörgőcsontút? Ó, nem, nem, nem. Jobb ötletem van. Mi lenne, ha betörnénk ennek a göthös állatnak a fejét, mi? Ne! Jó napot. Hogy vagyunk ezen a szép délutánon? Hé, öreg! Miért nem megyünk? Miért nem inkább ti futtok haza? Mielőtt elmondom anyátoknak, mit csináltatok tegnap a szomszéd kutyájával? Miért mondja ezt? Nem tudom, miről beszél. Gyere, menjünk! Honnan tudta, mit csináltok? Mindegy, tűnjünk el innen! Köszönöm, kedves uram! Szívesen. Áruld el, milyen üzletre vágyik egy magadfajta okos fiú, amikor kiviszi ezt a tehenet a vásárba? Ez nagyon értékes tehén. Biztos jó árat kapok érte. Biztos ez? Nos, Jack, így hívnak? Jack? Meg tudod mondani, hány babaz? 5. Most ugrat? Nem, én. Hát jó. 2 a balban, 2 a jobban, 1 a szájban. És erre megesküdnél az életedre is? Igen. Pontosan. Akas fiú. Most gondolkodj, tiszták a szándékait, és nemes a szíved? Csak Jack vagyok. Hát, csak Jack. Ha akármit megkaphatnál, nagy lovag lennél-e? Vagy gazdag ember több száz szolgával? Vagy retteget vezér? Mit választanál? Csak vigyáznék anyámra. Büszkévé tenném. Akkor neked tiszták a szándékaid, és nemes a szíved. E naptól fogva... Anyád imádni fogja a földet, amelyen jársz. Ez jutányos ár egy tehénért, ami már nem ad tejet. De ezek babok. Ó, ne légy nevetséges, annál sokkal többek. Nézd meg jobban! Édesanyáddal soha többé nem kell éheznetek. Higgy a lehetetlen lehetőségében. És mivel Jack hős akart lenni anyja szemében, alkut kötött, mely megváltoztatta az életét örökre.
semmi pénz. Elvitted az egyetlen tehenemet a piacra, és nem hozol haza mást, mint pár nyomorult, kiszáradt... De anyám! Csodababok! Többé nem kell éheznünk, ezt mondta. Jack! Bíztam benned. De te mit hoztál? Babokat! Te! Ma már ne számíts vacsorára. És innentől kezdve már soha többé. Ahogy szegény Jack félálomban hánykolódott, azt kívánva, bár megtalálná a görnyet öreget, aki becsapta és ezzel elvette utolsó esélyét, hogy az anyját büszkévé tegye, valami egészen csodálatos dolog történt. Egész életükben Jack és az anyja még soha nem láttak ehhez hasonlatos rendkívüli dolgot. Biztosak voltak benne, hogy valami csodás dolog vár Jackre odafönn. Elhatározta, hogy megnézi, milyen sorsot szántak neki az égben, és felmászott a paszújra. Óvatosan, fiam! Az anyja bátorította. Csak bátran, Jack! Jack felmászott a paszújra, egészen az égig. Igen, ismerem Billy néni. Jack és a paszúj. Ez egy tündérmese. Ez nem tündérmese. Tényleg megtörtént. Úgy beszélsz, mint apád. Igen. Igen. És nagyon felszínes vagy. Nem látod a lényeget? A lényeget? Mondd, elkezdődtek már a rémálmok. Apádnak is voltak, ugye tudod? Minden Jack Robinson-t utolérnek. Előbb-utóbb. Mióta, drágám? Néhány éve kezdődtek. Majd minden éjjel előjönnek. Ó, Jack, kifutsz az időből. Hogy érted? Láttad a csontokat? Láttam valamit. Az óriások üldözőbe vettek. Mikor felnyitották a sírt, szörnyen nagy erők törtek felszínre. Mondd, drágám,
Hát nem érzed őket? Hogy én? Nem tudom, mit érzek. Akkor figyelj rám. Jack csak mászott és mászott. Neki úgy tűnt napokig. Még nem végre valahára, ott találta magát, a paszúj legtetején. Kimerült volt, levegő után kapkodott. Jack azt hitte, a paradicsomban van. Mindenütt jólét volt, és harmónia. Épp ellentéte a rideg és erőszakos világnak, amit Jack ismert. Jack még soha életében nem látott ilyen lenyűgözően szép kastélyt azelőtt. Biztosra vette, hogy ezen a gyönyörű birtokon teremnek mindazon javak, amelyekről álmodni szokott. Van itt valaki? Hey! Hey, szemetet szórsz a fejemre! Ó, mit keresel odalent, te semmire kellő? Anyám miatt vagyok itt, és már nagyon éhes vagyok. Te magad leszel a vacsora, ha nem tűnsz el innét nyomban. Mi? Ó, na jó, gyere be! De gyorsan! És nem sejtve, milyen veszedelem leselkedik rá, Jack belépett Thunderdell kastélyába. Gyorsan! Tessék! Ha enni akarsz, dolgozz! Ezzel kent be magad! Nem szabad, hogy megérezze a szagodat, rettenetesen utálja az angolokat! Ki? Neked Thunderdell a neve, fiam! Thunderdell. Napokon át ettől az egy névtől visszhangzott minden. Említésére azonnal félelem ült ki a szolgák orcájára, akik egytől egyig hatalmas adag ételeket főztek. Ez a Thunderdell nagy mulatságot csaphat, vagy borzasztóan éhes. Végül elérkezett a nap. 100 ember számára is bőven elegendő étek készült el. Hozd a kanalat! Gyerünk! Gyerünk! Mozgás! Úgyni! Tegyétek oda azt a kést és a villát! Hallom Thunderdell lépteit! Írtó dühös lesz ránk!
Lóduljatok! Most rögtön ki kell szolgálni a gazdánkat! Ételt! Ételt! Kenyér. Gyerünk! Tegyétek le! Mégis hogy kerüljek hangulatba, ha közben rám lehelled a vas lehelletedet, ha? Tóó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 ó
Tudod, szeretlek, drágám, de ha lehet, kezdje rögtön játszani, hogy ne kelljen ezen mindig átmennünk. Lazíts! Vigyázok rád, drágám! Toj! Toj! Játsz! Toj! Jó, 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 jól van! Belém szorul minden ettől a szörnyű üvöltözéstől! És a bűvös hárfa ekkor játékba kezdett. Furcsa, gyönyörű dallamot játszott, mely hatással volt a libára, méghozzá elég szokatlan módon. Jack kapzsisága nőttön nőtt, minden egyes aranytojás láttán. Hé, te fiú, mit csinálsz itt? Menj már ki innen! Hé, te asszony szolga, ha nem csal az orrom, angol szagot érzek. Nem, nem, nincs is semmiféle angol. Nem is láttam angolt, már nem is tudom. Ez csak Antonio. Ő a pékünk, és olasz. Santa Maria, Madre de Dio, légy könyörületes. Vedd oltalmad be ezt szegény péket. Jack megfogta az aranytojást. Az ereje már kezdett hatással lenni rá. Egy ilyen kincsel az anyjának nem kéne többé nyomorban élnie. Jack félelme elszállt, és egyre többet akart. Befogadlak, etetlek, itatlak. Szépen megmondom, hogy ne kerülj a szeme elé, és erre te mit teszel? Úgy keringőzöl ott az asztalon, mintha te lennél a ház ura. Ha meglátott volna, mind meghaltunk volna, csak azért, mert beengedtünk. Add ide a tojást, észreveszi, számoláskor. Mind itt vannak.
Van egy a zsebedben. Édesfiam, hova tetted az agyad? Lehetnék. Dicső lovag, és az anyám királynő. Többé nem kéne éheznünk. Van itt elég neked is. De Thunderdell megölne már a puszta gondolatáért is. Ó, kimenőt kaptunk. Még sosem jártam kint. Senki sem nyúlhat hozzá a kincsekhez, anélkül, hogy megbűnhődne. Egy gonosz, ronda, önző óriás sem érdemli meg ezeket jobban, mint mi. Jack néha roppant meggyőző tudott lenni. Tűnjünk innen! Gyerünk! Gyorsan! Igyekszem! Jó, megyek! Gyerünk! Elment azzal az angollal! Azt mesélte, hogy egy paszújon jött ide! Mi? Egy angol fajzat! Egy angol fajzat! Gyerünk! Képes vagy rá! Talán fiatalabb koromban ment volna, fiam, de most már nem. Add a kezed! Csak menj tovább, siess! Most ne törődj velem! Nekem is van egy kis félretett vagyonom, igen! Magára hagyva az öreg asszonyt, Jack szépen lassan lemászott a passzújon. Az anyjának úgy tűnt, évekig várt rá, a passzúj terméséből éldegélve. Az ég szerelmére. Ez arany. Ez egy csoda. Jack! Jackie! Ó, te kedves bajkeverő! Ne most, anya! Vendégünk van! Jack! Jack! Anya, ki kell vágnunk a passzújt, megöl minket! Jack! Azt hittem, már rég elfelejtettél, Jackie! Anyám, egy hatalmas óriás mászik lefelé a passzújon, hogy megöljön minket az aranyáért! Add a baltát! Thank you.
Jack! Kösz, kicsi! Így lett Jack az óriásölő, a történelem leghíresebb tolvaja a világon. Jack. Hidd el, figyelek. És próbálom mindezt felfogni, de... Igen? Azt akarod, hogy higgyek egy mesében. Figyelj rám. Jack Robinson tolvaj volt. Elvette, ami nem volt az övé. És gyilkolt is. A családunkon pedig átok ül. Az összes vagyonunk, a hatalmunk és mindenünk az őseid kapzsiságának köszönhető. Vagyis higgyek el mindent, amit mondtál? Félek, ennél rosszabb is lehet. Az első Jack, akiről az imént meséltem, vajon igazat mondott? Attól tartok, nem. Többről lehet szó. Hát nem érted? Nem lehetek, aki vagyok, ha elhiszem mindezt. Elhiszed vagy sem. Te vagy az, aki rájöhet az igazságra. Véget vethet az átoknak. Másképpen az igazság téged is utolér. Mit kellene tennem? Szeretném, ha eltennéd ezt. Ajándékba kaptam. Még nagyon régen. De mi ez? Ez a végzeted. A végzetem? Ha lesz hited, tudni fogod, mit tégy. De ne várj sokat, édesfiam. Félek, már nincs sok időd. Ki vagy te? Honnan jöttél? Hogy jöttél ide? Csodás lehet föntről látni a világot. Ha volna nyelved, mesélhetnél. Mivel fogom megmagyarázni a létezésedet? Másoknak. Óriások nem léteznek. Mondja, nem hisz a szemének? Jack Robinson. Ó, jó időzítés. A titokzatos Ondin. Igaza van. Vannak csontok. Nagy, ijesztő, óriás csontok. A barátom volt. A barátja? Ondin, ezek a csontok itt legalább 400 évesek. E világon. E világon? Remek válasz. Nem idevalós, igaz? Talán fentről jött?
Figyeljen, Ondin. Én segítenék. Tudom. Tudom, jó. Tudja? Ő adott valamit. Ő? A grófnő? Még él? Azt mondta, ezzel véget vethetek az átoknak. Nem. Ezt ellopták. Ezt is ellopta tőlünk a családja. Ezt? Ez az, amit az őseim elloptak maguktól? Nem. Nem az aranyhárfát és Galag által libát. Azt, aki ezt tojta. Elmondta, hol vannak? Mi? Nem. Hé! Hey! Hát ide lent meg mi folyik? Itt a 2-7-es, hívja Mr. Mannheimet. Betolakodó van ide lent, erősítést kérek. Hé, hey, maguk, ne mozduljanak! Azért küldtek, hogy megkeressem és megtaláljam a kincseket. Ha nem találom meg, magammal kell vinnem. Magával vinne? Hogy? Maradjanak ott! De hát, Drobbanuszer van nála, hol van a rendőrség? Küldjenek egy rohamosztagot! Mr. Robinson, közvetlen veszélyben van! Talán mindannyian, gyorsan, gyorsan! Nyugodjon meg, hölgyem, kérem, tegye le azokkal! Állj! Oké. Figyeljen! Ondin, magával megyek, akárhová visz is megyek! Jól van, hölgyem! Lépjen előre, hogy jól lássuk! Tegye le a földre, ami a kezében van! És lassan emelje mindkét kezét a feje fölé! Nyugalom, senkinek nem esik baja! Mire várnak? Gyerünk, lőjenek! Bukjon le, Mr. Robinson! Hátra! Ondin! Megállni! Most! Jól van, Mr. Robinson? Igen. Oké. Csak lassan. Kivizsgálnak, de rendbe jössz, Jack. Hova tűnt? Meg kell találnunk. Elment, Jack. A robbanás után nem maradt belőle semmi. Semmi. Most ne beszélj. Vigyék kórházba, Mr. Robinson. Izolálják, nem látogatható. Bemegyek, ahogy tudok, Jack. Zárják le? Igen, uram. Se sajtó, se bámészkodók. Ondin. Figyeljenek, emberek! Nem a magam szórakoztatására adok parancsokat. Ha ez kiszivárog, annak következményei lesznek. Hogy van, uram? Kösz, jól. Csak lazítson. Már jó kezekben van. Kisebb zúzódások, horzsolások. A biztonság kedvéért bevisszük, hát ha agyrázkódása van. Mr. Robinson!
Higgy a lehetetlen lehetőségében. Hallott már Jackről és a passzújról? Ez a végzeted. Maga az első Jack Robinson 15. leszármazottja? Az apád. Mindig volt egy hatodik érzéke a dolgokhoz. Az átoknak csak te vethetsz véget. Még a halálához is. Csak az igaz Jack vethet véget neki. Egy, kettő, három. Aki bújt, aki nem. Én megyek. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy fiú. Úgy hívták Jack.
lőjetek! Ne szúrjatok! Én eltévedtem. Ez őrültségnek hangzik, és hihetetlen, de... Én csak... Kösz! 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 Épp most másztam fel a paszulyon! Két napon át! Tényleg, ott volt! Most nincs! De láttátok, igaz? Ondin! Ondin! Azt hittem, meghaltál. De itt vagy. Igen, ez az én világom, Jack. De te hogy kerülsz ide? Ó, oh, a bab! Varázsbab! Elültettem egy babot, és kikelt. Felnőtt egész az égig, mint a mesében. A láncod. Igen, most már elteszem. Én azt hittem, hogy neked annyi. A robbanás után. Hát, itt vagyok. Ők a barátaid? Üdv, Jack Robinson! Kötöztek meg! Ondin! Talán fogoly vagyok, vagy mi? Ahó! Tudod, nagyon fáj a fejem. Lehet, hogy agyrázkódásom van. Ó, Jack! Hozhatok neked fájdalomcsillapítót? Nem, kösz, jól vagyok. Aspirint? Nem, kösz, semmi bajom. Tényleg! Igazából, mindjárt Jack. Megint leütöm. Hallgass, Jack! Jó. Legalább azt mondd meg, hova visztek. A Maxlek elé. És az jó vagy rossz dolog? Nem segít senki rajtuk! Tovább! Kérlek, segíts! Kérlek, segíts! Ez a hely nem volt mindig ilyen. Ez volt a legszebb völgy. Mindenütt virágok. De itt már csak szenvedés terem. Nap-nap után. Mióta van ez így? A te idődben? Mióta elvittétek Galagaékat. 390 éve. Thunderdell halála óta. Azt mondtad, a barátod volt. Hogy lehet az? Te nem vagy 400 éves. Nem. Több vagyok. A te idődben. Nem hiszel nekem? Az idő másképp múlik nálunk. Ami nálatok egy év, az nálunk egyetlen nap csupán. Te most azt mondod, hogy az én ősöm Jack, aki az én időm szerint 390 éve mászott fel ide, csak 390 napja járt itt a te időd szerint? Igen. De ha te itt 30 éves vagy, az én időmben, akkor már... 10.950 éves vagyok. Nálatok. Ahhoz képest jól tartod magad. Csak vicc volt. Tudni akarod, hová mész? A Maxlek bírósági tárgyalásra.
tárgyalás. Miért? A családod bűneiért, a népünk ellen. És most aludj, Jack. Pihent ki magad. Vére kell nekik. Ő minden gondunk forrása, csak a halála vált meg kínjainktól. Senki nem bántja, amíg én őrzöm. A tanács elé visszük. Ők döntenek, nem ti. Még bízol a bölcsekben? Ők már gyengék. Mi éhezünk, a családjaink meghalnak. Ütött az igazság órája, a tolvaj meghal. Mind egy család vagyunk. Nincs más választásunk. Ebből elég! Oldozzel! Ragnar, oldozzel! Jól vagy? Ez az én népem. Ő rokonom, az unokatestvérem. A földünk kihal, és az embereink egymást ölik le. Hála neked. Engem vádolsz mindezért? Mit tettem? Mi volna az én bűnöm? Eljöttem idáig, akárhol is vagyunk, mert segíteni akartam. Mondd csak, Jack, miért nem maradtál ott, ahol voltál? Itt vagyok, nem ezt akartad? Te másztad meg a paszújt. Te akartad így. Kötszert kérek. Lenne a Maxlek. A maradványa. Ott van Jack Robinson! Félre! Engedjetek! Ez nem igazságos! Elfeledtétek!
ártatlan vagyok, míg bűnösségem nem bizonyítják. Ti már is elítéltek. Nálatok talán nem így megy? A Maxlek nagy tanács ezennel megkezdi mai ülését. Gargan! Cernos! Nimna! Tespi! Odin, Mahakala, Thor, és a legbölcsebb, legvénebb Magog, az igazság bírája. Pontosan 391. napján szenvedésünknek a nagy tanács összegyűlt, hogy ítéletet mondjon a hírhedt Jack Robinson felett. Jack Robinson, a hivatalosan felhozott vád ellened, mint családod legutolsó életben lévő sarja ellen, Thunderdell kegyetlen meggyilkolása. Várj! Várj, mondhatok valamit? Csak türelem. Neked is meg lesz a lehetőséged, hogy beszélj. Ezen kívül vádolunk még két igen értékes kincsünk elrablásával, az egyik a jólét libája, a másik a harmónia hárfája. A libát és a hárfát sok-sok száz évvel ezelőtt alkották. Eszközök, melyek világunk irányító energiáit tartalmazzák. E két dolog nélkül minden reményünk odaveszett, földünk terméketlen. És többé nem jön el a tavasz. Ondin, mivel te most érkeztél vissza arról a földről, ahová senki más nem teheti be a lábát, mondd el a tanácsnak, mi mindent találtál lent? Mik ezek a csontok, Ondin? Thunderdell csontjai. Láttam a maradványait. Becslések szerint a halál 3-400 évvel ezelőtt állt be. Keresztül vágták a torzónál és az izületeknél egy éles tárgyal. Ezt a teremtményt megölték. A testét elásták. Ennek a férfinak a családi birtokán. Jack Robinson? Magog hozzád szólott. Lépj előre! Beszélhetsz. Jogod van védőbeszédet mondani. Hogyan tehettek engem felelőssé? Nem is ismertem ezt a bizonyos Thunderdellt. Az ítélet legyen hát nem bűnös! Nem az a Jack Robinson vagyok, akit kerestek. Vagyis azt állítja, hogy ártatlan.
Pár nappal ezelőtt azt sem tudtam, hogy ez a világ létezik. A bűnök, amikkel engem vádoltok, már majdnem 400 éve történtek. Szerencsére itt nálunk ez csak 391 nap. Ha 391 év volna, a világunk már nem lenne más, mint egy nagyrakás hamu. És életnek nyoma sem volna. Mondd, mi közöm nekem ehhez? Az, hogy a te világodban, ha hasznot húzol ősapáid helytelen cselekedeteiből, rátszál az a kötelesség is, hogy jóvá tedd a rosszat. Mert ha nem rád, akkor kire? Szóljon most valaki, aki valóban szemtanúja volt ezeknek a bűnöknek. Andin, miután elvesztetted a szüleit, Thunderdel saját lányaként bánt veled. Kérlek, meséld el saját szavaiddal. Hogyan is történtek ezek a dolgok? Apámként szerettem. A világon nem volt nagy lelkűbb és szelidebb lélek nála. Thunderdel! Bocsánat mindenkitől. Köszönöm szépen, Andi. Galaga. Igen, kinek? Tessék, itt van. Köszönöm. Bren! Andin! Thunderdel fiával lőttem fel Brennel. A legjobb barátom volt. Szerencsés fiú. Kapd el! Az életünk egyszerű volt, és jó. Míg meg nem ismertem Jack Robinsont. Ahó! Ahó, van itt valaki? Ez a menny? Te biztos angyal vagy. Nem. Én Jack vagyok. Most jöttem át a felhőkön egy nagy passzújon. Bizony. Passzújon? Igen. És nagyon éhes vagyok. Akkor gyere be, Jack a felhőkből. Azt mondta az anyja miatt jött, hogy büszke lehessen rá. Mesélt a szörnyű világáról, hogy mennyit szenvedtek, és hogy az anyja számít rá. Köszönöm. Megkérdezte, enyém-e a kastély. Biztos te vagy a hercegnő. Nem. Mi volt ez? Bújj elő onnan, ez csak Thunderdel. Ki? Thunderdel. Üdv néked, kis ember. Üdvözlöm. Uram. Andin. Még a szokásosnál is boldogabbnak tűnsz. Thunderdel, ő így Jack. Velünk eszik. Boldog, Andin. Így Jack. Persze. Thunderdel rögtön megkedvelte Jacket. Szívébe fogadta. Otthonába és családjába. Táncolj velem! Honnan van ennyi energiát? Hajnal van! Csendet mindenki! Itt az idő! Galaga, én kis drágaságom!
Kész vagy. Ó, micsoda sitti pró vagy te. Istenem, beszélő liba. Szt, még többet is tud. Igen, kész vagyok, egész éjjel csak erre készültem. Jack, most szeretnélek bemutatni valakinek. Jó reggelt, gyönyörém. Jó reggelt neked is, gazdám. Játszanál ezen az új napon. Hiszen ezért vagyok, de neked mindig külön örömmel teszem. Elnézést, utálok közbeszólni, de már szétdurranok itt. Tudod, mindig sokat segít, mikor játszol. Köszönöm. Tömör arany. Az. Minden nap bűnhődöm azért, amit ezután tettem. Hagytam, hogy elkísérjen oda, ahol Thunderdell kincsei voltak. Ez mi? Mindennek a forrása. A fényé és a melegé. A termékeny földi, a jólétünké. Megolvasztjátok? Csak úgy, egytől egyig? Igen. Nem tudom miért vagy, hogy működik, de azt tudom, hogy másképp a földünk kihalna. Jack, ezt anyám adta a halála előtt. Mindig olyan közel leszek hozzád, mint ez. Andin, te olyan édes vagy, mint a cukor. Ez a pár nap életem legszebb időszaka volt. Akkor miért kell elmenned? Az anyám miatt. Már olyan régóta nehéz az élete. Ó, Jack, sajnálom. De ha valahogy elvinném a libát, csak egy pár napra, nem vennék észre, anyám büszke lehetne rám. Jack, Galaga és a hárfa nem mehetnek el. A hárfa zene nélkül Galaga nem tojik aranytojást. Ezt nem értem. A liba és a hárfa egyek, mint mi. Nem válhatnak külön. Csak egy bolond ötlet volt szívem. Jack, Thunderdell szeret. Ígérd meg, hogy nem élsz vissza ezzel. Hát persze, angyalom. Soha. De nem tartotta be az ígéretét. Még egy estére sem. Mert elvakította a mohósága.
Jack! Mit keresel te itt? Én nem tudtam aludni. Feküdj csak le, angyalom. Te nem jössz? De szívem, mindjárt. Jack, mondd, hogy nem árulsz el. Hogy gondolhatsz ilyet? Nem szeretsz? Tiszta szívből. Akkor bíz bennem. Mindjárt megyek. Amikor ott hagytam, már tudtam. De egyszerűen nem akartam elhinni. Mindaz, amit mondott, minden, amit ígért, hazugság volt. Ne, ne, ne! De csalók az ember, vigyél vissza! Vigyél vissza! Megmondani Thunderdale-nek, hogy Jack becsapott minket. Életem legnehezebb feladata volt. Gyere vissza, Jack! Kérlek! Ne, Jack! Adok neked még több tojást! Kérlek! Nem tudod, hogy mit teszel. Jack! Kérlek! Várj! Gyere vissza! Apám! Hagyd el menni, apám! Hadd menjen! A lipa és a hárfa nélkül nincs világunk. Kellenek nekünk, vagy mind meghalunk. Kapd el, Bren! Húzd fel! Apám! Tarts ki, apám! Ereszel, fiam! Nem, nem, apám! Bren, neked nagyon jó szíved van. Elárult a Thunderdalt. Elárult engem. Elárulta a világunkat. Évszázadokon át tartó jólét. Egész családod minden egyes sikeres üzletének alapja gonosz és erkölcstelen tettek sora, lopás, valamint aljas gyilkosság, melyek következtében tönkrement egy egész világ. Reméltem, hogy itt létemmel véget vetek ennek. Ezek a kincsek a mi világunkhoz tartoznak. Most erejük egy része arra koncentrálódik, hogy megöljék a családot, amely ellopta őket.
És csak akkor térhet vissza erejük a mi világunkba. Ha én az utolsó Robinson meghalok, akkor újból helyreáll az egyensúly a világaink között. Mind a libában, mind a hárfában rejlő erő ismét visszatér a mi világunkba. Nálatok nem mások, mint közönséges liba és egyszerű hárfa. Semmi több. Magog, azt hiszem eleget hallottunk. Elérkezett az idő, hogy meghozzuk ítéletünket, nem igaz? Nos, ha a tanács minden tagja elégedett a hallottakkal... Igen, teljesen! Akkor a tanács ezennel beszél. Miatta éhezik egész népünk? Bűnös! Miatta kellett meghalnia egy igazán jólelkű és kedves barátunknak. Bűnös! Büszke szörnyeinkért! Akik többé nem járhatnak földünkön. Tönkretette a bőség és harmónia egyensúlyát lopásban és gyilkosságban. Bűnös! 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 Világunk törvényei szerint bűnös. Az ítélet egyhangú. Nem marad más lehetőség, mint hogy téged halálra ítéljünk. Halálra? Most nem ölhettek meg. Azért jöttem, hogy megtaláljam a választ. Szégyellem, hogy hosszú éveken át tévesen meséltük ezt a mesét. Az őseim az én világomban is mindenkinek hazudtak. A világotoknak tényleg szörnyű árat kellett fizetnie. Kérlek, hadd tegyem jóvá, amit elkövettünk. Hallgassátok meg! Hadd beszéljen! Visszahozom nektek a libát és a hárfát. De hiszen fogalmad sincs, hogy hová rejtették el a kincseket. Te magad mondtad. De az életem árán is megkeresem. Sajnálom, Jack Robinson. Tényleg türelmesek voltunk. Nincs mit tenni. Jóvá kell hagynom a rádrót ítéletet. És ezáltal... az átok elszáll a fejedről. Folyjon hát az itt álló férfi vére, világunk megmentésére. Nem fogod elhinni. Erőfeszítésünk gyümölcse egy hibrid, genetikusan előállított sivatagi borsó.
teljes kifejlődésre képes, alig 5 centi éves csapadék mellett, érted? Véget vethetünk a sivatagi ínségnek. Vidász. Nem érted? Megmenthetnéd a világot. Magok, Vidász. Én csak magokat látok. Sajnálom, Vidász. Nem segíthetek. Magokat ültetsz. Egy éve nem termett semmi ezen a földön. Neked igazán tudnod kéne. Bren, miért érzem ilyen nyomorultul magam? Nos, lássuk csak. Mert pontosan azt kapja, amit érdemel. Vagy talán, mert fülig beleszerelmesedtél. Nem. Mi lett abból, amikor beleszerettem egy Jackbe? Semmi baj, Ondine. Nem gondoltál arra, hogy először véletlenül nem a megfelelő Jackbe szerettél bele? Apádnak igaza volt. Tényleg nagyon jó szíved van. Cervantes, Don Quixote. Jack, hidd el, én nagyon sajnálom, hogy így történt. Megmentetted őket, csak végrehajtod a feladatodat. Tényleg? Muszáj lenne enned. Nem vagyok éhes. Különben is kár belém. Vigyétek haza a családotoknak. De jár egy utolsó vacsora. Utolsó semmiből se kell. Nem tudom, hogy mit mondjak. Én vagyok az oka, hogy most itt vagy. Jack. Nem tudtam, hogy ez lesz. Jack. Oh, Jack. Igaziak. Hogy csináltad? Na látod, most mosolyogsz. Hé, semmi baj. Semmi baj. Semmi baj.
Ezt nem engedhetem meg. Nem téveztem szem elől. Érzem, ketten együtt megtaláljuk őket. Érzed? Talán nem érdemli meg, hogy megpróbáljuk. Undine, kevés ember van, akit annyira szeretek, mint téged. De megpróbáltad megkeresni a kincseket, és nem sikerült. Mi változott hát azóta? Nem őt kell büntetni mindenért. Ő ártatlan. Ezt mindenki tudja. Undine, még én magam sem vagyok ártatlan. Beleavatkoztam. Én voltam az, aki felhasználtam az ősi bölcsességet, hogy megalkossam a babokat, minden bajok forrását. Elküldöttem egy különleges személyért. Ösztökélni akartam a miénkhez hasonló életre, hogy tanulhasson tőlünk és hazavigye a szerzett tudást az ő saját világába. De a cselekedeteim rosszul sültek el. Nem, Undine, nem. Nem hagyhatom, hogy elmenj. Az idő meggyógyítja a szívedet. Honnan ismered a szívemet? Reszketsz, Ragnar. Hazánkban még senkit nem ítéltek halálra. Remek. Jack Robinson. A rád szabott büntetés halál. Halálod legyen irgalmas és gyors. Ragnar! Készülj! Jack, elárulnál engem? Nem. Soha. Mire ez a tükkitörés? Nyugalom! Brad! Jack, a zsákomban, a világító fiolák. Andy. Hiba volt ide jönnöd. Megvan. Sajnálom, Magog.
Állítsátok meg! Ragnar, nem hal meg. Ma nem. Bukj le! Mit csináljak? Jászd a szerete! Karolját! Át? De min? Hé! Hey. Sikerült! Itthon vagyunk! Köszönöm! Megmentettél! Jack! Igen? Nincs időnk. Keressük meg, amit kell. Félsz, hogy utánunk jönnek? Igen, félek. Tényleg? Tényleg? Mennyi időnk van? Ideérni. Összeszedni egy felderítő csapatot, úgy fél perc. Fél perc? Hogy fél perc? Fél perc odafönt. Fél perc itt lent az... 3 óra, 2 másodperc. Ezt hogy csinálod? Nem tudom. Mindegy, gyere. Erre van a kastély. Jack, valamit még tudnod kell. Itt van ez az. A passzúj. A maradványa. Kivágták. Szándékosan tették. Ki tehette? Hogy rohadt el ilyen gyorsan? Épp ezt akartam elmondani. Gyere! Mindjárt ott vagyunk! Várj, Jack! Sajnálom. Szólni akartam. Mennyi idő telt el? Alig 1 hét nálunk. Az 7 év. Gyere! Köszönöm. 5 vagy 15? Segíthetek? Igen. Ziggyt keresem. Nagyon fontos. Elnézést, kit? Siegfried Mannheimet. Még itt dolgozik? Most nem elérhető. Ha megadja a nevét, szólok, hogy kereste. Ez vagyok. Jack Robinson. Az elnök. Az ügy nagyon sürgős. Esetleg nem hívná a telefonhoz, kisasszony? Itt várjanak, kérem. Hét év. Na, várjunk. Ondin! 44 éves vagyok! Megtört a Robinson átok! Nem, nem vagy 44 éves. Itt 7 év telt el, de te csak 1 hetet öregedtél. Igazad van. Nem tört meg az átok. Ez szerint itt már meg is haltam. Nem is hasonlít rám. Jó estét. Hunter Sprague. A belső biztonsági főnök vagyok. Ziggyvel szeretnék beszélni. Az elnök úr nem ér rá, Mr. Robinson. Elnököt mondott? Uram. Jonathan Robinson 7 évvel ezelőtt eltűnt, és azóta halottnak nyilvánították. Igen, azt látom, de mégis itt állok. Nos, sajnálom, uram, én nem... Ha elvileg nem is vagyok életben e percben, akkor is enyém a föld, amire ez a hely épült. Úgyhogy keresse meg Mannheim elnököt, és hozza ide, vagy én magam kerítem elő. Nyugodjon meg, már is utána nézek. Ziggy az elnök. Gyorsan félrelökött. Erre most nincs időnk. Nem leszünk okosabbak. Soha nem hozza ide az elnököt. Dehogy is nem. Hé, hey, álljon meg!
Tényleg nem. Menjünk! Törjék be! Lilában álmodtam meg, mint egy püspöki palást, tudják? Ízlés. Egy ember azt állítja, ő Jack Robinson. Jack? Az lehetetlen. Ő meghalt. Mit mondott még ez a férfi? Csak azt, hogy sürgősen beszélnie kell önnel, uram. És nagyon dühösnek tűnt. Tessék, csak fontot fogadok el. 60-at ér, elhiheti. Megvár? Igen, persze. Feltöröm a lakatot. Vagy át is mászhatunk. Hogy az a... Hello! Hello, van itt valaki? Mit óhajt? Késő van. Wilhelmina grófnőt keresem. A grófnő több mint 6 éve meghalt. Sajnálom, jó ét. Nem lehet. Várjunk! Dusen! Jack! Dusen, Jack vagyok! Istenem, Jack! Hát még én. Maga mit csinál itt? Jöjjön be, hölgyem! Tudtam, hogy nem halt meg. Túl korai lett volna. Jöjjenek, erre. Itt él? Igen, igen. Mindent tudni akarok. Mi történt magával? Hol a fenében volt az elmúlt 7 évben? Ez hosszú sztori. Willy? Igen, persze. Na és Dusen mit csinál itt? Dusen évek óta az én szolgálatomban áll. Megkértem, hogy figyeljen rád, és tájékoztasson arról, mi van veled. Most viccelsz? Voltál a világban. Odafent. Láttad. Olyan irigy vagyok rád. Ne legyél. Szörnyű volt. A mi bajunk semmi a nekik okozott szenvedéshez képest. Láttam. Jack, kevés az időnk. Ondin. Wilhelmina grófnő, és ő Ondin. Látom, új otthon találtál a nyakláncnak, amit adtam. Ez az övé? Én adtam Jacknek. Ó, maga ismerte. Odafentről jött. Tönkretette a világomat. Ó, kérem, bocsásson meg. Ő az első Jackre gondol 400 évvel ezelőttről. Tudom jól, kire gondol. Én neveltem. Te nevelted? Az a szegény, eltévedt fiú, aki felmászott a passzújon 1611-ben, az én fiam volt. Az hogy lehet? Egy átok sok kis csáppal fon körül bennünket. Az én átkom. Hogy láttam idő előtt meghalni a fiam, és az ő fiát, és annak fiát. Egyik meghalt a másik után. De én még élek. Az én bűnöm talán a létező legnagyobb. Az anyai szeretet.
Az a szörnyű, mindent elsöprő vágy, hogy büszke lehessen a fiára. Gondold meg, Jack! Soha többet nem kéne hiányt szenvednünk semmiben! Végezz vele! Mindörökre! Így nem, anyám. Nem. 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 Willy? Maga ölte meg őt? Igen, én. És én hajszoltam bele a fiam a bűnökbe. Csak magamra gondoltam, a pénzre és a hatalomra. És most te is meghalsz, Jack. Nem bírom végignézni, hogy meghalsz. Segíthetnél? Megkeressük a libát és a hárfát. Ha visszaadjuk őket, feloldhatjuk az átkot. Ez igaz? Igen. Akkor találd meg őket. Nagyon kevés időnk van. Dusan! Hozza a Rolls-Royce-t! Azonnal. Van egy tervem. Nem láttam a hárfát, sem a libát, évtizedek óta. De van egy öreg bánya a kastély alatt. Valahányszor háború tört ki, a bányában rejtették el a családi kincseket. Ideális hely bármi elrejtésére. Nem utolsó sorban egy aranytojás tojó liba számára. A bányának van egy titkos bejárata, amiről csak a családtagok tudtak. Ez lesz az. Menj, fiam! Találd meg a kincseket! És vess véget az átoknak! Örökre! Egy óra, vagy kevesebb. Jack! Hét év után milyenek az esélyeim? Á, igen. A gép nem tudja, hogy végem. Figyelj! Ondin, ha bármi történik, úgy mentheted meg a világot, ha... hát ez... Gallagher barátja vagyok, jól van? Mi? Ide tilos a belépés. Mi? Mégis mit akar csinálni? Várj, várjon! Ki maga? Vidász! Jack!
Nem haltál meg? Még nem. Ondin, ő vidász. Neki köszönhetők a virágok, amiket adtam neked. Köszönöm. Hol van Galaga? Mit csinált vele? A liba. A liba! Hát így hívják. Galaga. Illik a vénlódra, igaz? Ezek itt olyanok, mint ő, de mégsem. Klónok. Valójában átlagos libák, igen. Galaga! Nem tudom ki maga, de ilyen aktív még sosem volt. Mi ez a hely? Tudom, beteges Jack. Ziggy azt akarja, hogy vagy 100 példányban tolja az aranyat non-stop. Kényszerít. Hol a hárfa? A hárfa? Anélkül nem tud tojni. A zene? Hát persze, Ziggy játszatott rajta valakivel, de most... Nos, ismered Ziggyt? Hogy jutunk be oda? Kell, hogy legyen valami kód. Nekem nem mondták el. Esküszöm, Jack. Etetem, vér és szövet mintát veszek távirányítással. Hidd el, senki nem juthat a kincs közelébe. Megvan! Megvan. Aha. Hol is találkoztál vele? Nekem ez nem tetszik. Hívja Mr. Mannheimet. Most! Ondin, várj! Jack, a hangja. Nem tud beszélni a világodban. Most hova mész? A hárfáért. Azt sem tudod, hol van. Segíts. Vidász, a hangszergyűjtemény még a kastélyban van? Hát lássuk csak, van egy gyönyörű kollekció, igen. Fuvolák, hárfák, nagyon impozáns. Vidász, hol? Egy perc. Szeretném, ha kiemelt ügyként kezelnék, de diszkréten, értette? Hívjon, ha sikerült beszélni Vidásszal. Ma nincs üzlet, Ziggy, megígérted. Mit mondtam én neked, édes egyetlen kis cukorbabám? Ne nyúj semmihez. Visszajövök. Már is. Erre. Úristen. Nem csoda, hogy nem beszél szegény. 15 tojás naponta, óraműszerűen. Fantasztikus. Oly sok éven át. És én erről semmit nem tudtam. Itt a bázis a 23-as zónának, védel. Hello, itt Vidász Merlini. Mi riasztást kaptunk, védel. Ez csak egy kis tévedés, minden rendben, védel. A biztonsági kódot kérem, vétel? Nem, a kódra nem lesz szükség. Minden rendben, vétel. A kódot, vétel? Most mennem kell, vétel, vége. Fél percetek van, hogy lelépjetek. Egy szellőzőrendszer egész a kastélyig. A rómaiak tollottuk az ötletet, ők meg a görögöktől. Jó, rendben, jövök, vége. Feltartom őket, amíg lehet. A nagy terem a nyugati szárnyban ott lesz. Jack. Erről a klónozásról. Semmi baj. Mikor leállítottátok a kísérletem, nem tudtam, miből tartsam el a családomat. Vidász, nekem kell bocsánatot kérnem. Köszönöm. Köszönöm, Jack. Gyerünk, menj! Sok sikert! Gyerünk már! Időben jöttek. Meg akart szökni. De már jól van. Jobban, mint valaha. Erre. Gyere. Ott van. Ott van. Nem, nem ez az.
Gyerünk, Tűnés! Jack! Jack! Várj! A táskám van, a fiolák! Megállni! Igyekezz már! Keseket tarkóra! Gyerünk! Lépjen hátra, hölgyem! Jack Robinson vagyok, a tulajdonos. Én vagyok a főnök. Nézze meg a belső zsebem, ott az igazolványom. Arra nincs szükség. Jack... családtag. Istenem, Jack, tényleg te vagy? Hello, Ziggy. Azt hittük, meghaltál. Ölej már át! Jack! Mr. Sprague, rendelje vissza az embereit. Igen, már is. Gyorsan! Hes! Gyerünk! Már biztonságban vagyunk. Nagyon köszönöm a gyors reakciót. Jack! Szörnyen festesz, mégis a legszebb látvány vagy 7 éve. Ondin, ez itt Ziggy. Ondin, bájos, mi már találkoztunk. Aznap, amikor Jack eltűnt. Mikor akartad elmondani? De micsodát? Lassan úgy érzem magam, mint egy rossz fiú, Jack. Figyelj, apád azt kérte, hogy csak akkor, ha kész vagy. Úgy gondoltam, még nem vagy kész. Tényleg? Figyelj, Jack, figyelj. Úgy sem hittél volna nekem, amikor azt mondom. Szia, Jack, gondoltam, tudnod kell, a családi vagyonod egy libára épül, amiért egy ősöd megölte egy hatalmas óriást, és a liba naponta több mint 250 000 dollárnyi aranyat tojik. Mellesleg a nénikéd már 430 éves. Várj, jobbat mondok. Ezt figyeld. Igen? Most voltam Óriásföldön. Tárgyaláson. És azt mondták, ha nem adom vissza a libát és a hárfát, akkor levágják a fejemet! Ha nem viszed vissza a libát és a hárfát, akkor... De tudod, Jack, ezt nem engedhetem. Igen, tudom. Valakinek el kellett vágni a passzújt, és ez önnek állt érdekében, elnök úr. Azt hittem, az lesz a legnehezebb, hogy majd átírjam a végakaratodat, amiben mindened rám hagyod, de a végén meg sem kérdőjelezték. Végül is nincs családod, és mindenki tudta, hogy úgy szerettél, mint apádat. Tényleg apámként szerettelek. Tudom. Ócska, de végül is... kaszinóban vagyunk. Régóta tervezed már, igaz, Ziggy? A sok bölcs tanács, hogy ne legyen kapcsolatom, és ne nősüljek meg. Nem lehetett örökösöm. A nehéz döntések tesznek emberré, igaz? Itt vannak, Jack. Lőj le, Ziggy! Muszáj. Igen. Úgy is elveszíted a libát. Hogy érted? A Robinsonátok. Pont ugyanaz a célja, mint neked. Csak te nem tudod, hogy ha meghalok, a liba tojásaiból már csak rántottát csinálhatsz. Ha igazat is mondasz, Jack, 20 milliárdom van odabent tojásban. Nem annyi, mint szeretném, de azért elmegy. Őrült vagy. Nem, Jack, csupán kabzsi. Nagyon kabzsi, tudod, Jack? Ez jó üzletemberré tesz. Nagy vezetővé és nagy emberré. Nagy... Én vagyok a legnagyobb óriány a világon! Thank you.
óriások! El innét! Ne bántsatok! Hagyjatok! Ez én voltam, pedig nem akartam. Csak ösztönös mozdulat volt, én nem akartam. Ezt figyeljétek! Hát ez meg milyen fegyver? És elektródákat használnak, és... persze. Csak próbáld meg 400 évig befogni a csőröd. Fárasztó a gondolkodás. Kb. Már az első 100 év után. Bár azért kidolgoztam pár elméletet az univerzum természetéről. Persze. Szent pillanat. Mi egymás? Ja. Jack Robinson, népünk nevében köszönöm. Harmónia, játszanál az új napon? Gyerünk, drágám! Hisz ezért vagyok. Gyere vissza velem. Nekem itt a helyem. A világom újra élett. Itt boldog lehetnél? Nem lehet. Nagyon szeretném, de nem megy. Remélem érted miért. Maguk hagyná, hogy maradj. Ha elmész, nem jöhetsz vissza. Megesküdött, hogy nincs több világok közti utazás. Mennem kell.
Sok elrontott dolgot kell még helyrehoznom. Elveszítek még egy Jacket. De ezúttal az igazit. Néhány éve kifejlesztettünk egy hibridet, egy genetikusan előállított sivatagi borsót, mely teljes kifejlődésre képes, alig 5 centi csapadék mellett, évente. Ugyanezt az eljárást alkalmazva szójára, gabonára, krumplira, gyümölcsre, úgy hisszük, hogy legyőzhető az éhség és nyomor világszerte. Elnézést! Ki finanszírozza? A cég összes forrását ennek a kutatásnak szenteljük. De a Robinson egy 200 milliárd dolláros vállalkozás. Pontosan. Váljon a lehetetlen lehetővé. Jack arra kért, ezt mondjam meg. Köszönöm. A vállalat elnöke azt állítja, hogy óriások üldözik. Az átok véget ért. Te vagy az első a Robinson családban, aki meglátta az igazságot, és én tudom, hogy nem vagy az utolsó. Vili, segítettél sose látott dolgokat meglátni. Új ember lettem. Köszönöm. De többé nem tudom, hogy hol a helyem. Kövesd a szíved. Az utat mutat. Menj, menj, éj! Éj, te gyönyörűséges ifjú! Fiam! Több mint 400 éve nem aludtam egy percet sem. Romeo és Julia. Én csak azt tettem, amire megkért, uram. De rossz fiút választottál. Én könyvtáros vagyok, és nem papfutár. Tudom, hogy késő van, de látnom kell. Nagyon fontos. Gyere, kisfiam, tudod mit? Elmesélek neked egy érdekes történetet. Jó? Valaha is? Maradj velem.
és elraktározlak a pocakomban, mondta a csúf gonosz óriás. Miért gonosz mindig az óriás? Hát, mert így van a mesében. És mi van, ha az óriás jó? Mit számít az, Jack? Nem tudom, neked kell tudnod. Akkor nem élhetnének boldogan a földön. Elkaplak! Ki mondta, hogy nem lehetnek boldogok örökre? Félek megfordulni, hát ha nem is vagyok. Mondani akartam valamit, mielőtt eljöttél. Szeretlek. Igen. Igen? Ezt akartam mondani. Három hónap! Majdnem megőrültem nélküle. Három hónap neked, 6 óra nekem. Maguk csak azért adta ide a fiolákat, hogy hagyjam békén. Nézd, adott még 2 a visszaútra. Ha te is velem jössz. Ha veled megyek? Miért ne? Vigyázz! Hozd a táskám! Mennyi időnk van? Úgy 1 hét. Az 7 év. Nem rossz. Figyelj! Hány embert lehet átvinni azzal a robbanós izével? Miért? Csak gondolkodtam. 7 év, az alatt sok-sok kis Robinsonnal gyarapodhat a család. Nem? Ezután valóban boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ide len és odafön. De csak ha hiszel a lehetetlen lehetőségében. Vége.